Sok szeretettel köszöntelek benneteket az idei első tavaszi jó időben lévő horgászatunkat szeretném ma nektek bemutatni. Az almásfűzítői kavicsbányatóra látogattunk el bátyámmal, Danival, és azt szeretnénk igazából megmutatni, hogy ilyenkor tavasszal melyek azok az etetőanyagok, csalik, amelyek még a felmelegedő vizekben is ilyen hatékonyan működhetnek. Mint majd látjátok a filmben, egy szenzációs horgászaton vagyunk túl, hiszen az első 5-6 dobás után szinte minden dobásra volt kapásunk, és nyilván volt halvesztés is, ami ugye nem jött ki, de folyamatosan tudtuk fogni ezeket a 3 kilótól felfelé ugye a pontjukat. Reggel mielőtt elindultunk a boltból, összedobtuk egy kicsit a fejünket, hogy mit is keverjünk a mai napra, és mit is adjunk a halaknak. És abba egyeztünk meg Danival, hogy 5000 forint értékben mind a ketten kiválasztunk valamit a polcról, és azzal fogunk ma horgászni. Na most ez úgy alakult, hogy én nagyon szeretem az ilyen nagyhalas horgászatokkor ugye a halliszt alapú etetőanyagokat, illetve a pelleteket, úgyhogy az én választásom az egy narancssárga, mangó, dinnyés metód pelletre esett, és ehhez egy csoki narancsos, szintén ilyen gyümölcsös, narancssárga színű halliszt alapú etetőanyagot választottam ugye a metódnis családból. Ez esetben ugye az etetőanyag az azért is jó ilyenkor tavasszal, hiszen jelen pillanatban egy olyan tavon vagyunk, ahol nem fognak zavarni minket a kishalak vélhetően, szóval nincsen keszeg, küsz esetleg a vízben, ami ugye az etetőanyagra odaugorhatna. És ugye ennek az etetőanyagnak a 70%-át ugye halliszt és különböző haltápoknak az őrlése adja, úgyhogy ez egy kimondottan nagy halas etetőanyag. Illetve ezt ezzel a pellettel váltogatom, ezzel a metód pellettel, hogy egyszer mondjuk ezzel a pellettessel dobom be a csalit, a második alkalommal pedig ugye etetőanyaggal, hogy még több inger éri a halakat, még több olyan táplálék kerüljön be, amire még ebben a felmelegedő vizekben is ugye megmozdul. Ennek a metódboxnak az elkészítése az rendkívül egyszerű, hiszen hogy a felbontás után ugye találunk benne egy kis flakon dinnyés mangós aromát, és ugye ezt, hogyha hozzáadjuk, még ugyanennyi vizet hozzáborítunk ehhez a pellethez, akkor ezt összerázunk, egy pár percet várunk vele, és már ugye tölthető is a kosárba a pellet. És akkor, hogy ebbe az 5000 forintos értékbe beleférjek, igazából egy double pelletet választottam, ami ugye kétszínű, egy narancssárga, citromsárga változat, kukoricás aromás, én azt nagyon szeretem ugye az édes, egy gyümölcsös aromát, illetve ezt a kukoricásat. Ami még ennek a pelletnek a nagy előnye, hogy két méret van benne, szóval hogy a horoghoz, illetve a csalitüskéhez mérten tudom változtatni, hogy a kisebbet vagy a nagyobbat teszem fel esetleg, és ezzel akár még a halakat is tudjuk szelektálni. Az elején kicsit sűrűbben etetek, úgyhogy egy ilyen 3-5 percenként kiveszem a felszerelést és újat dobok. Aztán amikor már azért jó pár kosárben van, akkor 5-10 percet is várok, de szerencsére az a tapasztalat, hogy előbb elviszi, mint hogy mi kivegyük azt a kosarat.